Költség és energiahatékony beruházás 200 millió forintból újult meg a zamárdi Fekete István általános iskola. Turisztikai fejlesztés Lengyel-Tótiban új munkahelyeket is létrehoztak. Rekord jelentkező a polgármesteri posztért, 8-an indulnak a címért Őrtilosban. Jó estét kívánok! Önök a Somogy Televízió híradóját látják. Napkollektorokkal, hőszigeteléssel és új nyílászárókkal gazdagodott a zamárdi Fekete István általános iskola épülete. A terület és településfejlesztési operatív programban mintegy 200 millió forintot nyert az intézmény a korszerűsítésre, de az önkormányzat is hozzájárult a beruházáshoz mintegy 26 millió forinttal. Új külsőt kapott a zamárdi Fekete István általános iskola. A hőszigetelésnek köszönhetően nem csak energiahatékony, hanem szebb és modernebb lett az épület. A kazán és a fűtés nagyon elavultnak számított, úgyhogy mindenféleképpen, hogyha ez a pályázat nem jött volna létre, akkor valamilyen megoldást kellett volna találni a korszerűsítésre, javításra. Az épület falai áteresztették a hőt. Régi betonszerkezetű, könnyű szerkezetes épület az új szárnya az iskolának. Ennek a hőszigetelése ez nagyon-nagyon minimális, úgyhogy fontos volt, hogy kívülről is kapjon az épület egy szigetelő réteget. A hőszigetelés mellett új nyílászárókat és fűtőtesteket is beszereltek. A terület és település fejlesztési operatív programban mintegy 200 millió forintból fejlesztették az épületet. Az építőipari árak emelkedése miatt a helyi önkormányzat önerővel is hozzájárult a beruházáshoz, mintegy 26 millió forinttal. Az volt a fő szempont, hogy kultúrát és minél minőségibb körülmények között tudjanak a diákjaink tanulni, és a mindennapjaikat tölteni az iskolában, és nem utolsó sorban nyilván a spórolás, az energiaspórolás, takarékoskodás jegyében is, és ugye a jövő felé is mutat ez a beruházás, hiszen napelemeket is elhelyeztünk, gyakorlatilag költségkímélésben ez is jelentős szerepet fog játszani a jövőben. Nem csak zamári intézményei profitáltak a kormányzati pályázatokból, ezt már Vicman Mihály a térség országgyűlési képviselője mondta az ünnepélyes átadón. A 71 településen, hogyha az önerős és a pályázati támogatásokat, a kormányzati támogatásokat összeadjuk, és az önerős fejlesztéseket, akkor azt mondhatjuk, hogy mintegy 150 milliárd forint fejlesztés kapott zöld utat a Somogy 4-es választókörzet 71 településén. Ilyenre a korábbi években még soha nem volt példa, természetesen még mindig vannak hiányosságok, minél több fejlesztést sikerül eszközölnünk és megvalósítanunk, akkor látjuk csak igazán, hogy mennyi minden van még hátra, a jövő erről fog szólni. A cél, hogy minél modernebb körülményeket biztosítsanak a választókörzetben, tette hozzá Vicman Mihály. Az iskolák még szeptember 30-áig mérhetik fel, hogy tanulóik milyen arányban és mely országokban szeretnének részt venni a kormány által támogatott kéthetes külföldi nyelvi tanfolyamokon. A programban minden 9. és 11. évfolyamra járó diáknak összesen 140 ezer tanuló lehetőséget kap arra, hogy két hetet töltsön el egy olyan országban, amelynek a nyelvét itthon tanulja. A kormány célja, hogy piacképes, magabiztos nyelvtudást biztosíthasson a fiataloknak. Népszerűek a balatonparti apartmanok, írja tőzsdefórum.hu. Az újdonságként megjelenő apartmanok jó alternatívát kínálnak az ingatlan befektetésekhez, hiszen a vételára akár alacsonyabb lehet, mint egy hasonló méretű ingatlané, amelyhez kert is tartozik. Utóbbi ugyanis akár 10-15 millióval is megdobhatja az árat. A vásárlásnál még költséghatékonyabb megoldás a bérlés, vélik a szakemberek. Egy 50-70 négyzetméteres ház vagy apartman vételára 28-40 millió forint között mozog, míg egy hasonló méretű ingatlan bérlése a szezonra 450-600 ezer forint. Legális bordélyházak Somogyban levéltári előadáson meséltek a régmúltról, hamarosan jövünk a részletekkel. Iskolai és turista csoportokat is fogadnak ezentúl Lengyel-Tótiban köszönhetően annak a három, összesen 40 férőhelyes vendégháznak, amelyet több mint 25 millió forintból újítottak fel. A beruházás részeként új munkahelyeket is teremtettek, hiszen olyan helyiek segítik majd a vendégeket, akiket eddig közfoglalkoztatottként alkalmaztak.
Az épületek egykor a település elöljáróinak lakóépületei voltak, azonban már jó pár éve üresen álltak. A felújítás részeként inkább csak állagmegóvásra törekedtek, így szinte kórhű állapotában élvezhetik a vendégek a szobák, és a környezet adta kényelmet. A vendégházak azonban a mai kor igényeihez alkalmazkodnak. Nyáron a családosok, akiket szeretnénk jobban látni, terveink között szerepel egy infraszauna és egy jacuzzi kialakítása, illetve egy játszóházat szeretnénk, hogy amíg anya-apa kikapcsol, addig a gyerkőc egy gyerekfelügyelővel természetesen lefoglalja magát. A polgármester szerint a fejlesztés újra nyüzsgő életet hozhat a városba, a turizmus fellendüléséből az itt élők is profitálnak. A fiatalok itt letelepednek, példát mutatnak abból, hogy lehet itt élni, foglalkoztatnak embereket közfoglalkoztatásból, leasingeltek dolgozókat, akiket alkalmassá tettek arra, hogy itt akár recepciósként, konyhai vagy szobalányként foglalkoztassák, nagyszerű dolog. A településen jelenleg 5 közfoglalkoztatottnak tudtak a fejlesztéssel éves állást biztosítani, akik örömmel vállalták az új munkát. 2 gyerekem van, és őket mindenképpen minden reggel el tudom látni, délután is haza tudom őket vinni az iskolából, és mert helyben vagyok. Az ünnepélyes megnyitón a pénzügyminisztérium helyettes államtitkára hangsúlyozta, példaértékű a lengyel-tóti fejlesztés, és a törekvés az, hogy országosan is ehhez hasonló beruházások valósuljanak meg, és egyre több hátrányos helyzetű munkavállaló juthasson biztos jövedelemhez. Magyarországnak a legtöbb régiójában, megyéjében már alapvetően munkaerő tartalék, csak a hátrányosabb helyzetű munkavállalók között van, így a gazdaságfejlesztési program forrásait is igyekszünk afelé irányítani, hogy a vállalkozások ezt a réteget tudják bevonzani az elsődleges munkaerőpiacra. A GINOP keretén belül több mint 500 milliárd forintot fordítunk munkaerőpiaci képzésekre, munkaerőpiaci szolgáltatásokra. Ebben a ciklusban eddig több mint 450 000 főt sikerült már elérnünk ezeknek a támogatásoknak a segítségével. A 2014-2020-as gazdaságfejlesztési program több mint 2500 milliárd forintos kerete teljes egészében felhasználásra került. Az összeg több mint fele, 1500 milliárd forint már el is jutott a vállalkozásokhoz. Október elejétől ismét lehet pályázni az Otthon Melege programban. Ezúttal radiátor cserére és távfűtés korszerűsítésére adhatják be az érintettek igényüket. A visszanemtérítendő támogatás mértéke az elszámolható költségek 10% és 50% között lehet, lakásonként legfeljebb 350 000 forint értékben. Magyarországon még mindig van körülbelül 200 000 olyan lakás, ahol nem szabályozható a fűtés, ezt segíti a jövő kedden induló pályázat. Az Otthon Melege program indulása óta 310 000 családnak segített eddig korszerűbbé tenni otthonukat. 8 indulnak a polgármesteri tisztségért őrtilosban. A Dél-Somogyi településen összesen 16 mérettetik meg magukat az október 13-ai önkormányzati választáson. A helyiek híradónknak úgy nyilatkoztak, ennyien még soha nem jelentkeztek az 1 polgármesteri és a 4 egyéni képviselői helyre. Hát nem tudok hozzászólni. Ilyen még nem volt tilosban. A mindössze 480 lelkes dél-somogyi településen meglepte a helyieket a sok polgármester jelölt. Jó, hát választani lehet akkor. Az őrtilosiak a bőség zavarával küzdenek, összesen 16 mérettetik meg magukat az önkormányzati választáson. Van, aki csak képviselőnek, más polgármesternek is indul. A település vezetői tisztségért 8 küzdenek. Nekem mind jók, mind. Mindenkivel jóba vagyunk, mindenki jó, úgyhogy nem tudom. Majd még van egy kis idő, ugye, el lehet dönteni akkor. Az október 13-ai helyhatósági választáson 395-en voksolhatnak majd. A 8 polgármester jelölt között van a település jelenlegi első embere is. Egy nagy vágyam megvalósult, hogy Szent Mihályhegy felállni készült az út. Az elmúlt ciklus egyik fejlesztését említi a jelenlegi polgármester, aki 1980 óta van a helyi közéletben. A rendszerváltást követően 12 évig dolgozott önkormányzati képviselőként, 2002 óta pedig őrtilos független polgármestere. Mindig volt néhány ellenfele, de ennyire még ő sem számított, mondta a helyi kisboltot üzemeltető településvezető. Rengeteg, sok. Majd eldöntik. Az az igazság, hogy az lesz a legnagyobb probléma, hogy
lehet, hogy sok rontott lap is lesz, mert nem figyelnek végig, és lehet, hogy egyet többet húz be, lehet, hogy lesz olyan, aki abszolút el sem megy, mert azt mondja, hogy ő nem akar ennyi között itt most lavírozni, nem tudjuk, mit hoz a 13-a. Nem csak őrtiloson szállnak harcba a polgármesteri székért, egy másik Somogy megyei településen, Kaposfőn is 7 jelölt neve szerepel majd a szavazólapokon. Válasz hazait és csökkentsd az ökológiai lábnyomod, ezzel a jelmondattal indít kampányt a Tejterméktanács. A szervezet számításai alapján évente több mint 12 000 kamionnyi importált tej és tejtermék érkezik hazánkba, pedig ha hazai tejfeldolgozóktól vásárolnának a fogyasztók, akkor visszaszorítható lenne a szükségtelen károsanyag kibocsátás és környezetterhelés, amelyet a kamionok okoznak. Ehhez elég, ha odafigyelünk a tejszív logóra a dobozokon, csomagolásokon, ami garantálja, hogy Magyarországon készült az adott termék. Nappali helységgel és több szobával legálisan működtek a bordélyházak Somogyban. A 19. század második felében terjedtek el az ilyen létesítmények a megyében, bár ezek egykori létét kevés dokumentum őrzi. Ezért is nehéz kutatni ezt a területet, hangzott el a megyei levéltárban tartott előadáson. Az a nagy klasszikus szalon, hát az nagyon nagyra nem sikeredett, ez a Vár utcában volt. Az egyik korabeli bordélyház alaprajzát mutatja a levéltári szakember. Az ilyen legálisan működött létesítményeket az 1919-es tanácsköztársaság idején államosítani akarták. A fennmaradt iratokból kiderül, hogy milyen indokkal tiltakoztak a madámok a döntés ellen. Közegészségügyi és fontos társadalmi feladatot teljesítenek nehéz, fáradtságos munkájukkal. Ez volt az indok? Ez volt az indok, ez nagyon gyakran indok volt, igen. Igen, ez egy általában indok volt, és ezt el is fogadták általában. Mint azt Récsei Balázs főlevéltáros előadásában elmondta, az 1830-as, 40-es években terjedtek el a bordélyok Budán és Pesten, majd a század második felétől az egész országban. Korábban is lehetett kénőkre bukkanni, ahol vendégek jártak, de a bordélyházak egyfajta intézményesített keretet adtak a szolgáltatásokhoz. Somogyban minden járási székhelyen működtek ilyen házak, Marcaliban, Nagyatádon, Csurgón is. Kaposváron pedig egyszerre több is üzemelt. A nemi betegségek elterjedése, kezelésének fontossága, a leánykereskedelem, a kéjelgés intézményesülése, azaz bordélyházak, magánkénőtanyák és egyéb hasonló intézmények létrejötte. A társadalom történetnek egy olyan területe ez, amelyet kevesen kutatnak. Ennek oka leginkább a forráshiány, mondta Récsei Balázs. Hajdanán ugyanis nem volt ildomos megtartani a bordélyházakkal kapcsolatos iratokat, ezért sem maradtak fenn ezek. A rendőrségi dokumentumok nagy részét is megsemmisítették, így szinte csak a közigazgatási iratokból lehet részterületeket feltárni, tette hozzá a főlevéltáros. Két alapvető szempont volt, vagy eldugni a jóra való polgárok elől, tehát ki a város szélére, vagy be a központba, és akkor könnyű felügyelni. A város szélén nehéz felügyelni. Tehát ez a kettősség volt mindig a jellemző. És ez Kaposvárban is állandóan megvolt, hogy melyik a jobb. A Hosszú utcában volt az első, illetve a Toponári utcában. Egy szabályozás értelmében a bordélyházak 1928. április 30-áig működtek legálisan hazánkban, így Somogyban is. Kaposváron ebben az időben a Vár utcában 3 ilyen ház is működött, mondta előadásában Récsei Balázs, aki kutatásait egy könyvbe is összegyűjtötte. A közjóért emlékplakettel ismerték el Nagybajon polgármesterének munkásságát. A Somogy megyei kormányhivatal nevében Neszményi Zsolt kormánymegbízott adta át a címet Ceferner Józsefnének, Nagybajon polgármesterének, megköszönve a több mint egy évtizedes kiemelkedő munkát és együttműködést. Az Európai Közlekedés Rendészeti Szervek Hálózata 2019-ben is meghirdette az úgynevezett Európai Nap Közúti Áldozatok Nélkül programot, amelyet szeptember 26-án tartanak. Az ORFK Országos Balesetmegelőzési Bizottsága célul tűzte ki, hogy a gyalogosokra, mint a közlekedés legvédtelenebb résztvevőire helyezi a hangsúlyt. Aki úgy érzi, hogy szintén tenni szeretne azért, hogy kevesebb baleset történjen az utakon, csatlakozhat, és ezt az autóján egy zöld szalag kitűzésével jelezheti. Költség és energiahatékony beruházás 200 millió forintból újult meg a Zamárdi Fekete István Általános Iskola. Turisztikai fejlesztés Lengyel-Tótiban új munkahelyeket is létrehoztak. Rekord jelentkező a polgármesteri posztért, 8-an indulnak a címért Őrtilosban.
A megyével kapcsolatos friss információkat a www.somogytv.hu oldalon olvashatják. Holnap már több napsütésre számíthatunk, hamarosan jövünk az időjárás jelentéssel, a mai miértben Fekete Tamással, a Balatoni Turizmus Szövetség alelnökével láthatnak beszélgetést, tartsanak velünk, szép estét, viszontlátásra!